Köszöntöm a kedves nézőinket, önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek a főbb híreink röviden. Pfizer. Augusztus 25-ig jelezhetik a szülők, hogy kérik-e a gyermekük oltását. Határtalan természet, kézműves foglalkozásokkal, mesékkel és koncertekkel várta a gyerekeket és a felnőtteket a skanzen az ünnepi hosszú hétvégén. MH Altiszti Akadémia, közel 300-an vonultak be alapkiképzésre. Az iskolai oltási akció augusztus 30-án és 31-én, valamint szeptember 2-án és 3-án lesz. Az oltás Pfizer vakcinával történik. Covid-védő oltást a 12. életévét már betöltött, még be nem oltott gyermekek kaphatnak. Az oltásra jelentkező tanulók létszámának összesítése után külön tájékoztatást fognak kapni a szülők arról, hogy a gyermekük pontosan mikor és hol kapja meg az oltást. A jelentkezők számától függően az oltás helyszíne lehet az iskola, ahol a gyermek tanul, vagy egy másik közeli intézmény. A szülői hozzájáruló nyilatkozatot az oltási napon kell a gyermeknek magával vinnie az oltás helyszínére. A második oltás pontos időpontjáról és helyszínéről külön értesítik a szülőket. Amennyiben nem kívánnak élni az iskolai oltás lehetőségével, vagy a gyermek már be van oltva, akkor is jelezzék ezt az iskoláknak. Június óta lehet regisztrálni a 12-17 éves korú gyermekeket a COVID-védő oltásra. Eddig 201 ezeren regisztráltak, és 167 ezeren már megkapták a vakcinát. Az internetes regisztrációra és időpont foglalásra továbbra is van lehetőség. A vakcinainfo.gov.hu honlapon lehet regisztrálni, majd időpontot foglalni a kórházi oltópontokra a www.est.gov.hu honlapon. Ugyanitt regisztrálhatnak, majd foglalhatnak időpontot azok a pedagógusok és iskolai dolgozók is, akik még nem vették fel az oltást. A korábban már beoltott pedagógusok és iskolai dolgozók a www.est.gov.hu oldalon tudnak a harmadik oltásra időpontot foglalni. Kézműves foglalkozásokkal, mesékkel és koncertekkel várta a gyermekeket és felnőtteket a skanzen az ünnepi hosszú hétvégén. A Határtalan Természet elnevezésű program sorozat a Határtalan Skanzen tematikus évhez kapcsolódóan jött létre. A természetet vette górcső alá a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum augusztus 20-ától 22-ig. A látogatók biciklitúrán és természetjáró túrákon fedezhették fel a skanzen területét és rejtett kincseit, valamint mesemondáson, bábelőadásokon és koncerteken is részt vehettek. Ezen az augusztus 20-ai háromnapos hosszú hétvégén a tematikus évünket követve, tehát a Határtalan Skanzen témánkat követve, a programunknak a címe Határtalan Természet. Különböző csoportokba szedtük a programjainkat, például ismeretterjesztő programcsokrunk van, ahol belekóstolhatnak a gyerekek a csillagászat tudományába, a kémiai laboratóriumok világába, növényi festéssel ismerkedhetnek meg, az ásványok világába is betekintést nyerhetnek, de nagyon sok kézműves programba bekapcsolódhatnak, meséket nézhetnek a gyerekek, bábelőadásokat hallgathatnak, és a délután folyamán pedig több egymást követő koncertet nézhetnek meg. Ez gyerek és felnőtt látogatóknak egyáltalán nagyon szép program. A háromnapos rendezvényen számos mesemondó, táncegyüttes és zenekar előadása volt része a programnak. A Fonóval együttműködve a Pajta programot indítottuk el, ez az első rendezvénye a Pajta projektnek, és a különböző pajtáinkat töltöttük meg nagyon érdekes programokkal, például a Kisbodaki Pajtában egészen délelőttől késő délutánig mennek a mese és koncertprogramok. Mondok néhány példát. Écsi Gyöngyi mesélt a gyerekeknek ma délelőtt, Bartak Ati az Állatok Farsangja előadását mutatta, Báb etüdjét mutatta be a gyerekeknek, fellépett az Újgereben, itt van velünk a Debreceni Hajdutánc Együttes, a Poklades Zenekar, itt lesz a Kaláka Együttes, fog mesélni Sőrés Roszka, Csernik Szende, itt lesz a Tárkány Trió, és a Borbé Batyú
duó mesélni fog Dóra Áron, tehát mind a három napon, a délelőtt főleg a meséki, délután a koncerteké, ez a kisbodaki pajtának a programja, de a többi pajtánkat is itt a Kisalföldön és a Nyugat-Dunántúl tájegységben teleraktuk programokkal, például az Egyházas Sólósi pajtában és a Horváth Zsidányi pajtában játékhelyszíneket, társasjátékudvarokat rendeztünk be, a Balfi pajtánkban működik a Bábszínház, az Iklódbőr utcai pajtában, a Faházában Barkács programban vehetnek részt a gyerekek, a Rábcakapi pajtában tekinthető meg a Kocsik és Szekerek kiállítás, tehát az összes itt lévő pajtánkat tartalmas programmal töltöttük meg. A vidéki falusi ember, a parasztgazda és a mesterember szoros kapcsolatban élt az őt körülvevő természettel. Megfigyelte a csillagok járását, az időjárást, az állatok viselkedését és a növényeket is. A múlt hétvégi programon ebbe a kapcsolatba nyerhettek betekintést az érdeklődők. A skanzennek a küldetése és az alapfeladata az, hogy a népi építészetet és lakáskultúrát bemutassa, és ezeket nem csak mint kiállításokat, hanem mint családtörténeteket is bemutatunk, tehát eleve az alapfeladatunkban bemutatjuk a látogatóknak azt, hogy 100-150 évvel ezelőtt hogyan éltek az emberek, de ezt nem csak statikus kiállításokban szeretnénk megmutatni, hanem úgy, hogy ők maguk is részt vesznek, szórakoztatva tanulni, oktatni, ez a mi rögeszménk és a hitelesség, hogy sokkal inkább betekintést nyernek, vagy megtanulják azokat a dolgokat a látogatók, hogyha ők maguk is csinálhatják, a kezükbe foghatják, csinálhatják, megkóstolhatják. A skanzennek mindig is kiemelt látogató köre a családok, és a családnak minden generációja, tehát egészen a nagymamáktól, dédmamáktól az unokákig, az egész kicsi gyerekekig mindenki megtalálja azt a programot, ami az ő érdeklődési körének megfelelő. A skanzen a Fonó Budai Zeneházzal társulva hozta létre a Pajta projektet, melynek első programját az augusztus 20-ai hosszú hétvégén tartották meg. Igazából az elején vagyunk az együttműködésnek, kitalálódott ez a Pajta projekt, ami azt jelenteni, hogy az országban, Kárpát-medencében megkerestünk minden olyan kultikus pajtát, amelyben ma is élet van, különböző közösségek mozgatják, vagy egyének. Viszont ilyen építészeti hagyaték ugye csak a skanzenban lelhető meg, fel, illetve az archívumban, és nagyon fontos lesz az egész projekt lényegét tekintve, hogy ez Dunántúl, Dunatisza köze, Erdélyben, hogy milyen csűrök voltak régen, illetve milyen építészet futhat majd ki most a 21. században, netán az elkövetkező 20-30 évben ebből a gondolatból, mert nagyon sokan tudni vélik, hogy igenis foglalkozni kéne ezzel, akár építészetileg, vagy mint a közösség és közönségszervezés új formáját megtalálva. A Pajta projekt célja egyezik a skanzen és a Fonó küldetésével is, megőrizni és terjeszteni a magyar tradíciókat. Sebő Ferencet kell ilyenkor idézni, hogy a hagyomány nem kell ápolni, mert nem beteg, tehát a hagyomány meg kell élni, tehát az emberekben benne van a magyar kultúrának a színeje, van látszik, ha csak magunk mögé nézzünk. Új generációk jöttek elő, és ők tudják a dolgukat, akár néptáncban, népzenőről van szó, tehát én egyáltalán nem féltem a magyar kultúrát, mert nincs rajta tényleg mit félteni. Mindig átadódik valahogy, vagy nehezebben, vagy könnyebben, apáról fiúra, közösségek által, vagy tájegységek által. Világhálóval nagyon könnyen elérnek, új közönséget tudnak megragadni ezek a produkciók. Hát azon kell dolgozni, hogy ne elhűítsük, hanem hogy tanítsuk mindig a közösségeinket, magát a nemzetet. A kézműves foglalkozásokon és a játszó udvarokon a természetes alapanyagok és a játékok kerültek középpontba. A növényi festés mellett kémiai kísérletek, kőzetbemutatók, nemezelés, valamint ékszer és termésképp készítés tette sokszínűvé a programot. Most egy bábot csinálok, ami kutya báb, és most már itt ennél a körbeöltésnél tartok. Voltunk az állatoknál, meg voltunk a malomnál, a körhintánál, meg a kisvasúton. És mi tetszett eddig a legjobban? A kisvasúton. Miért? Mert az izgalmas volt. Nekem most ez a varrás tetszik, mert én még csak egyszer vartam, de most így már kezdek belejönni. És megtetszett? Igen. És mi lesz a következő? Most már van terved, hogy mit csinálsz a következőre? Hát lehet, hogy megnézzük a kinti játékokat még.
Az államalapítás ünnepén a felnőttek és a gyerekek is megtalálták a számukra megfelelő elfoglaltságot. A skanzen rendezvénye a külföldieket is vonzotta. Nagyon jó, hogy eljöttünk ide, mert ma sok gyermekprogram van itt. Van kézműves foglalkozás, táncház, a gyermekeim imádják ezeket. Nagyon örülünk, hogy ezt a helyet választottuk az ünnepi hétvégén. Szeretem volna megmutatni a gyermekeimnek a magyar hagyományokat. Fontos, hogy ismerd annak az országnak a kultúráját, ahol élsz. A többnapos határtalan természet rendezvényre az ország különböző részeiről érkeztek családok. Kovács László Péter elmondta, miért esett a választás a skanzenre. Régóta akartunk, két gyerek van, úgyhogy ez egy olyan nap, hogy egész nap itt tudunk lenni. A Kistarcsáról vagyunk, egész napos programjátunk a skanzenbe. Gyerekekkel tudnak játszani, és jól érzik magukat, és nagyon aktív programok vannak itt. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum következő programja a 150 évvel ezelőtti apai szerepeket mutatja majd be szeptember 12-én. Izgalmas előadásokkal, gyakorlati bemutatókkal, kézműves helyszínekkel és családi kvízjátékkal. A skanzen további rendezvényeiről a múzeum honlapján tájékozódhatnak. Bevonulással vette kezdetét az acélkocka altiszt képzési rendszerbe felvételt nyert kiképzendők tanfolyam rendszerű felkészítése augusztus 23-án Szentendrén. Az MH Altiszti Akadémia Altiszt Képzők Központja közel 300 jelentkezőt fogadott az egységes alapkiképzésük első napján. Az altiszt képző tanfolyam egy éves időtartamának első időszakában 5+1 hetes alapkiképzés vár azokra a jelentkezőkre, akik bevonulásukkal megtették a katonai szolgálat felé vezető út első lépéseit. A kiképzést lezáró elméleti és gyakorlati vizsgák után honvédesküt tesznek a résztvevők, majd kezdetét veszi az a 18 hetes alap altiszti tanfolyam, amelynek sikeres teljesítésével a katonák lehetőséget kapnak az altiszti szakmai tanfolyam elvégzésére. Utóbbi kurzust már a választott alakulatoknál kezdhetik meg a jövő altisztjei. A Görgei Artúr laktanyába érkező leendő altisztek az adategyeztetést követően aláírták szerződéseiket, majd elfoglalták körleteiket és megkapták a ruházati felszerelésüket is. Nőgyógyászati fertőzések nyáron. Ebben az időszakban a nők hajlamosabbak különböző intim fertőzéseket összeszedni a vízparton. A higiéniai szabályok betartásával megelőzhető a probléma. Dr. Lőrinc István nőgyógyász szerint a legtöbb betegség gyógyítható, ha idejében felismerjük a tüneteket, és nem csak a panasz esetén fordulunk orvoshoz. A mesterséges medencék vizeit klórral tisztítják, de ennek a kezelésnek egészségkárosító hatása is van. Ez a kémiai vegyület, amellett, hogy elpusztítja a vízben lévő baktériumokat, felborítja a hüvely normál pH-jának egyensúlyát. Számtalan nő szenved égő, vízkető tünetektől strandhasználat után, pedig a probléma kellő odafigyeléssel megelőzhető. Ez gyakorlatilag a klór kiszárítja ugye a testnedveket, és a női hüvelynek a ökológia egyensúlya megbomolhat, ha annyira erős a klór tartalma, ugyanúgy, mint a szemre is káros, tehát a nyálkahártyára különösen káros hatás van, és ezáltal a hüvelyhámjamnak a normális ökológiai egyensúlya megváltozik, ezért jöhetnek a száraz hüvely, vagy épp ellenkezőleg a begyulladt hüvely, a folyással, viszketéssel, panaszokkal jelentkeznek akkor a hölgyek egy-egy ilyen állapot után. A mai médiavilágban mindenhol tele vannak ezek az egyszerű használatos gyógyszerek, kenőcsök, kúpok, amik a gombákra, száradás ellen mindenre jó. Én először azt szoktam mondani, hogy egy-két napig próbálkozzunk meg, ne rohanjunk az orvoshoz, próbálkozzunk meg ezekkel az egyszerű kezeléssel. Vannak a nagyon jó öblítők és a nagyon jó pH-val tartalmazó inti mosakodószerek. Ha egy-két napon belül ez nem javul, akkor keressük fel a nőgyógyászt.
Intim fertőzéseket gyakran szednek össze a nők mesterséges vizekben, uszodákban, wellness részlegekben. A természetes vizek komoly öntisztítást végeznek, így kevesebb az esély a különböző bakteriális, gombás megbetegedéseknek. Hát ez mindig függ attól, hogy a mesterséges vizeknél, hogy milyen az éghajlat. Ugye most az idén nyáron például a Balatonvize az egy nagyon kitűnő minőségű víz. A Duna-Tisza vize is különböző helyen, különböző tisztaságú fokkal rendelkezik. A hőmérséklet is számít, a víznek a hőmérséklete, ezáltal a megfelelő gombák vagy megfelelő baktériumok szaporodnak el, vagy nem szaporodnak. Tehát ezt mindig jó előre minden nap a vízminőségről lehet tájékozódni, ezt jó előre tudni, és akkor megfelelő helyen, megfelelő módon lehet fürdőzni. Ott szintén be kell tartani a higiénia szabályait, fürdőzés után lemosakodni, a nedves ruhát szárazra kicserélni, és használni nyugodtan ezeket az egyszerű intim mosakodó szereket. Nagyon sok áldott állapotban lévő kismama szigorúan kerüli a fürdőzést, mert fél az intim fertőzésektől. Dr. Lőrinc István eloszlatta ezt a tévhitet is. Kismamák is fürödhetnek egy normális hőmérsékletű vízbe, úgy mind a természetes, úgy mind a mesterséges vízben. Szintén figyelembe venni a megfelelő körülményeket, a víztisztaságát, a vízhőmérsékletét, a túlmeleg vízben. Nem tanácsos fürödni a kismamának, és fürdés után egy teljes tussolás, mosakodás, intim mosakodószer használata, nyugodtan fürödhetnek. A nők tízezrei veszítik el életüket nőgyógyászati rosszindulatú megbetegedések következtében. A rendszeres szűrővizsgálat elsődleges célja bizonyos szexuális úton terjedő fertőzések, illetve a rák megelőző állapotainak időbeni felismerése, diagnosztizálása. A vizsgálat a méh, a petefészek és az emlők vizsgálatából, valamint méhnyakszűrésből áll. Fontos, hogy ne csak panasz esetén keressük fel orvosunkat, és próbáljunk meg odafigyelni a testi és lelki egyensúlyra is egyaránt. Van is a Magyar Nőorvos Társaságnak egy ajánlása, hogy a 18 és 65 év közötti hölgyeknek igenis ingyenes méhnyakszűrés vizsgálatra behívót adnak, vagy meghívót adnak, és érdemes elmenni és megcsinálni ezeket a vizsgálatokat. Egyszerű vizsgálat és a legnehezebb betegséget, legszomorúbb betegséget időben ki tudjuk szűrni. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy másfél évente, ha nincs is semmi problémája, keresse fel a nőgyógyászt, vagy nőgyógyászát, vagy a területek illetékes szakrendelőt, és ezeket az egyszerű vizsgálatokat, nőgyászati vizsgálatokat, egy komplex nőgyászati vizsgálatot, amivel benne van a mell szűrő vizsgálata, benne van az ultrahang vizsgálat, úgyhogy nem fájdalmas, nem hosszú időt vesz igénybe, és akkor nyugodtan távozhat, hogy minden rendben van. Hát optimistán kell az életet élni, oda kell figyelni, tudjuk jól, hogy a betegség nem egy istencsapás, tehát nem azért kapjuk, mert rá vagyunk predesztinálva, hogy betegek legyünk, optimistán, és az élet minőségét azt mindig figyelembe vegyük, kornak megfelelően a hölgyek éljük az életünket, a higiéniára vigyázzunk, önmagunkat ismerjük meg, tudjuk, hogy mire vagyunk képesek, és egy általános, jó, pozitív hangulatú életet éljünk egyszer önmagunknak, utána pedig közösen a társammal, és aztán egy kialakított családon belül. A betegségek leküzdhetőek, ha időben felismerjük őket. Ne féljünk kérdezni, tanácsot kérni szakorvostól, és figyeljünk testünk jelzéseire, mert néha az intuíció a legjobb orvos. Képzőművészeti pályázatot hirdetett a MANK Nonprofit Kft. És a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum vendégségben az Urnál címmel. A nyertes munkákból készülő kiállítás az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszushoz kapcsolódóan jön létre. A pályázat benyújtási határideje augusztus 27-e péntek.
83 év után ismét Magyarországon rendezik meg a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust. Az alkalomhoz a Vendégségben az Urnál című pályázattal a MANK is hozzájárul, lehetőséget biztosítva a művészeknek alkotásaik nemzetközi szintéren történő bemutatására. Olyan pályázati lehetőségekkel címezzük meg az éppen nyári szabadságukat élvező művészeket, amivel már a szeptemberi időszakra készülünk föl. Minket sem hagy hidegen a szeptember elején megrendezésre kerülő eukarisztikus kongresszus. Éppen ezért hirdettünk egy olyan pályázati lehetőséget, ahol köztéri megjelenésre adunk majd lehetőséget. Budapesten a 3. kerületben található Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeummal társultunk, és találtunk ki egy Vendégségben az Urnál munka című pályázatot, ahova egészen augusztus végéig várjuk az érdeklődő művészek jelentkezését. A képzőművészek az Isten és az ember találkozásának témakörében készült alkotásokkal pályázhatnak. A nyertes festmények, grafikák és fotómunkák molinókon, míg a szobrok, kis plasztikák, domborművek, installációk és videómunkák eredetiben kerülnek kiállításra Budapest 3. kerületében, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum környezetében. A pályázatra bárki jelentkezhet, a MANK felhívásaival a művész társadalom egésze számára kíván megjelenési felületet biztosítani. Az ösztöndíjakkal, illetve az ösztöndíjakhoz kapcsolódó komplex szolgáltatási csomaggal kifejezetten a fiatal generációt igyekszünk megszólítani. Az ösztöndíjak tekintetében általában 35 év a felső korhatár, ebből lehet következtetni arra, hogy a szándékunk az, hogy az egyetemet már befejezett, művészként elhelyezkedni kívánó, a művészi munkát már megkezdett fiatal alkotóknak a kezdeti szakaszban az indulásnál tudjunk segíteni, éppen ezért aki 35 év alatti, és most szeretné megvetni a lábát ezen a rögös úton, ami a művészi pálya sajátja, őket hívjuk leginkább, de ez nem azt jelenti, hogy kizárólag őket hívjuk. Például az évközben meghirdetett különböző alkotói pályázatainkon, ott a legtöbb esetben felső és alsó korhatár nélkül mindenkinek nyitva áll a lehetőség, hogy kapcsolódjon hozzánk. Alkotóházaink egész évben várják a művésztársadalom minden képviselőjét, művészeti ágtól, életkortól és mindenfajta kötöttségtől függetlenül. A kiállítást a legígéretesebb 20 alkotó műveiből valósítják meg. Az első 3 helyezett pénzjutalomban is részesül, míg a pályázat nyerteseit szakértő zsűri választja ki. Addig a galériában kiállító művészek gyakran maguk választják a MANKot kiállításuk helyszínéül. Ez tulajdonképpen számunkra egy megtiszteltetés, hiszen azért itt a képzőművészet fő sodrában dolgozó kiemelkedő képesség is fantasztikusan izgalmas és sokszínű életművet a hátuk mögött tudó művészekről beszélhetünk. Éppen ezért, amikor egy-egy felkérés gondolata, ötlete megszületik, akkor reménykedni tudunk abban, hogy a művészeknek lesz kedvük és lesz ötletük, hogy mivel lehetne egy itteni megjelenést színessé tenni, vagy mivel lehetne tulajdonképpen hozzájárulni az ő életművükhöz, művészi életrajzukhoz. A Vendégségben az Urnál pályázatra augusztus 27-e péntek 12 óráig lehet jelentkezni. Végül a várható időjárásról. Szerdán az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, nyugaton és északkeleten erős lökések kísérhetik. Északon és nyugaton több órára kisüt a nap, máshol inkább a felhők lesznek túlsúlyban, de csak helyenként fordulhat elő kisebb eső, zápor. Hajnalban 7-16, délután 20-25 fokot mérhetünk. Adásunk végén következzenek a főbb híreink röviden. Augusztus 25-ig jelezhetik a szülők, hogy kérik-e a gyermekük oltását. Kézműves foglalkozásokkal, mesékkel és koncertekkel várta a gyermekeket és felnőtteket a Skanzen az ünnepi hosszú hétvégén a Határtalan természetrendezvényen. Közel 300-an vonultak be a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia alapkiképzésére.
Ez volt mai hírmagazinunk, a Szentendre Ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik a Sport Korzó című magazin műsor. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket a weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tv-szentendrén. A közösségi médián is jelen vagyunk, kövessenek ott is minket. A munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!